Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. február 15-én pénteken. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Farsangi karnevál március 1-én és 2-án. Szolnoki szimfonikus zenekar mezőtúron. Közlemények a mezőtúri kézilabda szakosztály életéről. Farsangi karnevál megrendezésére kerül sor mezőtúron március 1-én és 2-án. A karnevál részleteiről Vasas István, Bodor Márta és Batta Attila Viktor alpolgármesterről adott tájékoztatást a lakosságnak. Farsangi karnevál megrendezésére kerül sor mezőtúron, március 1-én, illetve 2-án. Milyen információkat tudna szolgálni a tévénézőknek a programokról, illetve a szervezésről? Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Városi Televízió minden kedves nézőjét és hallgatóját. Március 1-én és 2-án mondhatom úgy, hogy a csillagfényes advent mintájára lesz egy újabb induló városi rendezvény, amely a mezőtúri karnevál nevet viseli. A mezőtúri turizmusfejlesztési Kft. És a közösségi ház együttesen kívánja ezeket a programokat megvalósítani. Három helyszínen, a közösségi ház, a kézműves ház és a Petőfi tér a volt főiskola parkolójában. Ennek keretei között március 1-én 14 óra és 21 óra között, illetve március 2-án pedig 14 óra és 22 óra között várunk minden kedves látogatót ezekre a helyszínekre, ahol változatos gazdag programok várják az ide látogatókat. A programokkal párhuzamosan pedig elmondhatom azt, hogy mezőtúri kézművesek utcája kerül kialakításra, és természetesen az adventi hangulatot, egy farsangi hangulat fogja, mondhatom azt úgy, felváltani. Megjelenik a farsangi gasztronómia, így a megvásárolható lesz majd a kürtős kalács, a különféle sült húsok, és jelen lesz a farsangi fánk is az érdeklődők számára, és farsangi hangulat jelmez készítésen túlmenőleg farsangi jelmezek megvásárlására is lehetőség nyílik. Mit lehet tudni a helyszínről? A helyszínről azt lehet tudni, hogy a mezőtúri főiskola előtti parkolóban a mezőtúrváros Petőfi terén kerül lebonyolításra, hiszen a helyi kézművesek utcáján túlmenőnek felállításra kerül egy rendezvénysátor, és azon túlmenőnek pedig egy színpad, ahol a műsorok lebonyolítása is fog történni. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk március 1-én és 2-án ezen rendezvényünkre. Sok szeretettel! Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, ugye a mezőtúr lakói biztos észrevették, hogy több új rendezvényt is szeretnénk, illetve hoztunk be. Az első volt az adventi vásári rendezvényünk. Én úgy gondolom, hogy a visszajelzések alapján nem volt hiába vele, hogy több éves hiányt pótoltunk ezzel, hiszen minden környékbeli településen található ilyen vásár, és nálunk is most már megvan, nagyon pozitívak a visszajelzések, mindenki jól érezte magát, és én úgy gondoltam, illetve többen is úgy gondoltuk, hogy ezeket a rendezvényeket lehet bővíteni, hiszen keresnünk kell minél több rendezvényt, ami utána esetleg egy nagyobb méretű rendezvényé növi ki magát, és így került szóba, hogy karnevált hozzunk létre, és ez összekötődött, ha szabad így mondanom, ilyen csúnyán, a közösségi ház karneváli rendezvényével egy közös nagy durranást terveztünk. Ennek a plakátjai már ki vannak rakva több helyen is. Itt gyerekeknek a foglalkoztatásától kezdve a különböző vásár, különböző rendezvények, programok kiszebábégetéstől kezdve. Tehát egy nagyon-nagyon jó, én úgy gondolom, összetett program lesz, ami mind a kicsiknek, mind a nagyoknak kielégíti az igényeit, és ugye ez a Petőfi úti kézműves házban, illetve a Petőfi téri parkolóban volt főiskola előtt kerül megrendezésre, valamint egyes programok a közösségi házban lesznek, tehát ez egy szép nagy terület lesz, kétnapos lesz, ugye, amit említettük, és ugye színvonalas koncertekkel is meg fogunk próbálkozni a közösség jókedvét
emelendően eljár. És még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban, bár itt nem hangzott el kérdés, tehát pályázatot nyújtottunk be júliusra, a halasnapokra, mezőtúri halasnapokra, hiszen nagyon fontos része volt mezőtúr lakosságának a halászat, a halfogyasztás, ami az utóbbi időben igen visszaszorult. Hát ugye a horgászok azok tartják a mezőn, de az egyszerű lakosság halfogyasztásának a növelését szeretnénk ezzel elérni, illetve a helyi hagyományok felelevenítését. Tehát ez is egy színvonalas program lesz, remélem megnyerjük a pályázatot. Köszönöm. Milyen információkkal tudna szolgálni a tévénézőknek a március 1-én megrendezése kerülő farsangi ünnepségről? A közösségi ház életében a farsangi mulatság már több évre tekint vissza. Ez évben Mezőtúrváros önkormányzatához csatlakoztunk. A mezőtúri karnevál keretein belül kerül megrendezésre a farsangi mulatságunk március 1-én. A szokásos módon fog zajlani a program. Lesz kézműveskedés, amit kibővítettünk. Lehet Pusztai Zsolttal korongozni majd. A népi díszítő művészeti szakkörrel egy különböző állarcokat lehet készíteni, és ugye bent a nagy teremben a megszokott közösségi házas kézműveskedés is rendelkezésre fog majd állni. Lesz te a ház is, illetve jelmezversenyt is meghirdettünk, ami a gyermekek körében igen népszerű szokott lenni. Különböző állarcokban, maskarákba bújnak ez alkalommal, amit mi ezúton is köszönünk a szülőknek, illetve a felkészítőknek, hiszen minden évben nagyon gyönyörű alkotások készülnek, akár házilag is, amit mi kifejezetten pozitívan értékelünk, hogy otthon egy ilyen családi körben készülnek el ezek a jelmezek. 18 órakor a Széltulók zenekar fog kedveskedni a gyermekeknek egy kisebb koncerttel, és utána pedig a fáklyás térűző felvonulás fog elindulni. Az idei évben nem a katolikus templom irányában megyünk, hanem a Petőfi tér lesz majd a célunk, ahol különböző csörömpölő eszközökkel készülünk majd a telet elijeszteni és hívogatni a tavaszt, és a Petőfi téren kerül majd sor a kiszebáb elégetésére, úgyhogy mindenképpen tartsanak majd velünk, és utána a mezőtúri karnevál programjai folytatódnak, 8 órakor egy rockabilly duó fog majd koncertet adni a Petőfi téren a főiskola előtt. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar adott koncertet a Városi Színház teremben március 12-én. Az együttes nevében Juhász Győző, az együttes mesélője nyilatkozott stábunknak. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar adott koncertet a Városi Színház teremben. Mi a mai előadás koncepciója? Hát tekintve, ha a közönségre pillantunk, látjuk, hogy gyerekek ülnek ott. A gyerekeknek szóló előadásról van szó, de én mindig azt mondom, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szólnak azok az előadások, amelyek humorral, a hangszerek bemutatásával vegyesek. Én úgy gondolom, hogy a mese a legegyszerűbben megközelíthető módja annak, hogy egy ilyen előadást csináljunk, amit a Szolnoki Szimfonikus Zenekar nagyszerűen old meg. A szerző pár mi volnánk, a karmester és zeneszerző Balogh Sándor, a szöveget jó magam írtam, és úgy gondolom, hogy tekintve nem most kezdtük ezt a szakmát, jó néhány mesével rendelkezünk, hogy a bevezetés oda, hogy ezek a gyerekek később a klasszikus zenét, az értékes zenét hallgassák és szeressék, erre ez kitűnő. Milyen célokat tűzött ki a zenekar az új évben? Egy zenekarnak nem lehet más célja, mint minél több ember hallgassa őket. Ahhoz, hogy sok ember hallgasson egy zenekart, ahhoz az kell, hogy olyan zeneművek és olyan minőségben hangozzanak el. Szolnokon minden adott, egy kiváló zenekarról van szó. A befogadókészség nagyszerű, mert nem csak Szolnokon, hanem az egész megyében, de mondjam azt, hogy még a megye határain túl is nagy az érdeklődés a zenekar tevékenysége iránt. És ez megfelelő műsorválasztással, sok-sok gyakorlással párosul, de az eredmény megvan, hiszen ma is itt a 3/4 órás műsort követően igen komoly, nagy elismerésben részesült az együttes. Hol láthatjuk a zenekart a jövőben, illetve hol tudjuk nyomon követni a zenekar életét? Tekintve, hogy én ebben az ifjúsági előadás sorozatban vagyok érdekelt, ezért azt tudom elmondani, hogy a megyének nagyon sok településén vagyunk jelen.
ha jól tudom, 40 előadás megy le egy másfél hónapon belül. Jászberénytől elkezdve Jászfény Szarun át Kunhegyesig, Szolnokon természetesen, és a teljesség igénye nélkül mondom mindezt, legalább 30 előadás. Ha azt mondom, hogy egy előadáson legalább 300 gyerek van, akkor ezt meg lehet szorozni, ez már a 10 000-es számot üti. A zenekarnak van honlapja, érdemes erre felcsatlakozni, mindenféle olyan fórumon, újságokban, rádiókban, televíziókban, amelyek a várossal vagy a város kulturális eseményeivel foglalkoznak, ott meg lehet találni ezeket a fellépéseket. Juhász András, a Mezőtúri AFC női kézilabda szakosztály vezetője nyilatkozott stábunknak a tavalyi évi eseményekről, illetve a szakosztály életéről. A mezőtúri kézilabda csapatok új ulterővel és nagy elszántsággal készülnek az idei szezonra. Hogyan értékelni a tavalyi évet, mely eredményeket érdemes megemlítenünk? Tulajdonképpen a tavalyi évünk az kicsit meglepetés volt, mert ugye a megyei bajnokságot is úgy nyertük meg, hogy nem igazán ez volt a célunk, csak mikor már összejött, akkor igenis rátettünk egy lapáttal. Az MB2-es szezonnak ősszel kicsit félbe indultunk neki, ugyanis az egy osztályugrás mindig kockázatta is jár, de úgy veszem észre, hogy a csapatot megérdemeltük a megyei bajnokságot, tehát igazából az MB2 középmezőnynek inkább a felső részébe adjunk, tehát elég közel a dobogósokhoz. Hát nekünk meglepően, azt mondom, hogy sikeres volt, ha így kívülről nézzük meglepően, ha belülről nézzük, hogy milyen előző években elvégzett munka volt mögötte, akkor azt mondom, hogy nem meglepetés, csak most előjöttek ki a dolgok. Milyen változások lehetnek idén a tavalyi évhez képest a szakosztály életében? Hát változások ugye pont most háttérbe látszik a kisebbek edzésre, ugye ami változás az, hogy például Katona Tibi bácsi kimondott a magasabb szintű licencre, elment tovább képzésre, tehát valószínűleg az ottani új dolgoktól egy kicsit felfrissülve az eddig edzéseire még rá fog tenni. Többi edzőnk is igazából ugye tavalyi során minden többiüknek különböző vizsgát kell tenni a C-licencük megtartásának érdekében, ugyanis a szövetség szigorított a dolgokon, mindenki sikeresen átment, tehát az edzőink megfeleltek ennek a követelménynek. Most a változás, igazából azt mondom, hogy igaz, nagy változásokat nem nagyon tervezek, mert szeretnénk ezen az úton tovább menni. Munka alapon főleg, az idő pedig úgyis kidolgozza mindig azt a befektetett munkát, amit itt háttérben is végeznek a kicsikkel. Van-e esetleg valami új edzésterv vagy taktika 2019-re? Hogyan készülnek az idei szezonra? Hát igazából ugye előző kérdés, azért tértem ki az edzőinkre, ugyanis a gyerekek nagyon leterheltek. Itt már a heti 5 edzésnél többet jelenlegi feltételek, mert írtó nehéz összeszedni. Kisebbek 3-at edzenek, nagyobbak 5-et edzenek. Itt már az adott időmből tudunk hatékonyabbak lenni. Szerencsére az edzőink az ilyen új dolgokra mindig fogékonyak is, tehát úgy mondom, hogy követik a trendet, illetve maguk is okoskodnak, hogy mit tudnak gyorsabban, hatékonyabban megtanulni. Ennek nagyon örülök. Hát új taktikára nem nagyon változtattak. Ugye a utánpótlásnál ott a szisztematikus munka, mert a felnőtt csapatnál meg ugye, hát mi mondjuk az MB2 egyik, a csoportunk egyik legmagasabb csapata. Tehát úgy igazán ez a trend megmaradt, ugye, és a játékos keret együtt maradt, sőt még két új főt igazoltunk is. Hát szeretnénk ugyanezt a viszonylag gyors játékra és magas közési emberekre alapuló taktikánkat tovább vinni. Nem nagyon tervezünk változtatást, maximum a meglévőknek a gyorsítását, esetleg egy kicsit csiszolását, de úgy érzem, hogy jó úton megyünk. Az edzőink azok felnőtt edzőtök, ez mindenkibe maradéktalanul megbízok, tehát saját területükön nagyon jól elvégzik a munkájukat, ez mutatja mutatják az eredmények is, tehát nem lesznek változások úgy igazán. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd jövő héten is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!